kedvenc dolgom következik. Itt van velük egyik gasztrobolgónk, Kis Dóri. Szia, üdvözlünk. Sziasztok. Egy kókuszos család hoztál nekünk. Mi nagyon nagy gasztrogurúk vagyunk egyébként. El kell, hogy járuljuk. Imádunk kóstolni, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy fog sikerülni. Jó, örülök neki. Most egy olyan kókuszos golyót fogunk készíteni, aminek mandula van a közepébe. Van is egy ilyen kész édesség, ami ugye nem glutén és nem cukormentes. És ez az lesz akkor? Az, igen, és mikor kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok. De fincsi egyébként. Igen? De nem szereted ezeket a mentes dolgokat? Én szeretem a cukrot. Az egészséges? Én azon gyerekek közé tartozom, akik úgy klasszikusok és imádják a cukrot. Én is cukorral szoktam, mert nekem egyébként cukorral nincs a problémám, én csak gluténérzékeny vagyok. Vissza lehet hozni. Elkeresed egyszer 60-ig. A gluténérzékenység egy autoimmun betegség. És 60-ig alinára, hogyha egyszer elkeresed, akkor megtudod, hogy hogyan lehet ezt az egész szervezetben visszavolni. Teljesen mindegy, hogy mit mondtak neked az orvosok, az Oszkár azt mondja, hogy ez így van. Köszönöm szépen, doktor Kinter. Nem vagyok doktor, de nincs mit. Fogad így ezt a kis az abszolút egy készpénznek veheted. Igen, és azért jó egyébként ez az édesség, mert nyilván az eredetit azt nem veheti meg az, aki gluténérzékeny vagy cukorbeteg, de otthon el tudjuk készíteni. Nekem egyébként ez volt az, ami a legfájóbb volt a búcsú, mikor kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, és akkor megtanultam elkészíteni házilag. Nincs benne ostya? Az nincs. Na, ez az, ami kimarad nekünk. Gyerekek, akkor... Te már meg sem kóstolod. Ez egy kellemetlen dolog volt a folyamán. Elkezdjük készíteni? Én nagyon szívesen megkóstolom. Nekem semmi bajom ezzel. Jó. Majd megcsináljuk cukor. Mentesen is. Azzal viszont bajom van. Egyébként én is porcukorral készítettem volna, csak múltkor a Krisztiánnak az volt a problémája, ugye, hogy porcukrot akar. Látod, itt mindenkinek mindenféle. Látod, igen, mindenkinek más a baj. Látod, hogy mekkora darab a Krisztián? Nekem is bajom lenne ezzel. Nyugodtan tegyél bele porcukrot. Jó, hát most nincs nálam. Ez elég nehéz nekünk megszerelni, nem? Por eritrit egyébként, tehát ezt nagyon jó. Már ilyen is van, hogy lehet őrölni azt is. Ezt én csináltam, tehát megvettük a rendeset, és akkor ledaráltam. Most annyit fogunk csinálni, hogy a vízbe beleöntjük, ez 30 ml víz egyébként. Ebbe beleöntjük a por édesítőt, és ezt összeforraljuk. Nagyon egyszerű dolgunk van egyébként, mert körülbelül mindent össze fogunk keverni, és utána kész is van a dolog. Állni kell hagyni, és akkor utána már lehet belőle készíteni a kis golyókat. Egyébként gondolom, hogy te a gluténérzékenység miatt, de amúgy szerintem minden csaj gondolkodik azon, hogy mit mivel lehet kiváltani, hogy hogyan lehet az egészségtelenből valahogy egészséget készíteni. Az biztos. Én egyébként nem tudom, ha nem jött volna nekem ez az életembe, akkor nem vagyok benne biztos, hogy én szerettem régen az egészségtelen kaját. Tehát nekem hiányzik amúgy, de hát rákényszerülök, és ez egyébként nem baj. Én mondjuk fagyizol, tehát az úgy egészségtelen, és tele van cukorra. Igen. Nem szóval nézni, hogy... Én a cukrot igazából annyira nem szoktam figyelembe venni. De nyilván tudom, hogy van, akinek kell ezért. Hát én sokat kaptam, amikor a múltkor a cukrászunk megmutatta, hogy a fagyiba mennyi cukor kell, hogy belemenjen, tehát ez egy előírás. Igen. Normál. Én meg azt gondoltam, hogy jó, hát most egy fagyi befér. Persze, ez miért finom? Cukor miatt. Én érzem azt, hogy itt van egy ilyen egészséges oldal, és egy kevésbé egészséges oldal, na, és vagyok én. Én csak beszélek róla. Ja, tehát ilyen te szájhős vagy? Tehát egyébként otthon nem rakod bele a cukrot? Vagy csak egyébként a gyerek kapja? Ma reggel csokoládét reggeliztem, de... Az egészséges életmód. Amúgy ilyenkor nagyon szívesen elmondom, hogy mennyire jó, hogy egészségesen kell. És salátánélek, és teljes kijelölésünk egyet eszem. Egyébként általában úgy szokott lenni, hogy elindítom a napomat egészségesen. És aztán, a kocsiba. Valahol úgy délután 2-3 körül úgy megbomlik ez a rendszer, és onnantól kezdve. Délután a gyerekkel találkozol, és utána neki meg prédikálsz. Hát, de legalább zabot reggelizem, tehát legalább a reggel. A tudat megvan. Igen, nem? Én is így vagyok egyébként, én is zabot szoktam reggelizni, gluténmentes zabfehet, és akkor utána már jöhet a többi. Gyerekek, micsoda élet. Most nagyjából ezt felfort. Na, ezt ide ráöntjük. Mire öntöd rá? A tejpor és a kókusz reszeléket elkevertük egymással, és akkor most ezt ez tejpor, tehát hogy... Hát ez rendes persze, tejpor. A gyerektől hoztuk és reggel. És felolvasztjuk a vajat is, és hát, akkor azt rá is lehet tenni, és gyakorlatilag egyébként készen vagyunk. Egészséges dolognak tartod a tejport? Nem. Jó. Úgyhogy ez neked van. Állj. Tehát amit a gyereknek adunk baba korában, mint tápszer. Ez tejfor. Fehérjével. Na azért is egyébként, aki mondjuk tejérzékeny, tehát laktózérzékeny vagy tejfehérje allergiás, az kókusz tejporral ugyanezt megcsinálhatja. És javaslom akkor, hogy próbáld ki ezt a baba tápszerrel is. Jézus, azt mondod?
Jó, legközelebb akkor ez egy ötlet. Most már kíváncsi vagyok a Fiat Oliveira. Figyelj, nyilván nem tápszerrel szoktam. Jó, és egy kakaót a gyereknek is. Azért így pakolja a tejport, kis víz. Sajnos babakorában volt idő, hogy erre kényszerültem, de hát ez egy másik téma. Jó, legközelebb akkor azzal fogjuk készíteni. Legyen így, viszont ezt csináld, és mi viszont. Jó, oké. Köszönjük szépen. Én is.